A mérkőzés közvetítésének támogatója a Kinizsi Bank ZRT és a Peltex Care, a Paloma háztartási papírok, a Lorin és a Ludwig márkatermékek hivatalos magyarországi forgalmazója. Köszöntöm a Veszprém Televízió nézőit egy fantasztikus Bajnokok Ligája csatája után. Most újra a bajnoki pontokért az arénában az MKB Veszprém KC. A Tatai Honvéd Atlétikai Klub az ellenfél, az az egyesület, amely napi gondokkal küzdik, de hősiesen helytállnak, és bár már sokszor megkongatták a vészharangot, hogy visszalépnek a bajnokságtól, eddig úgy tűnik, hogy erre nem lesz szükség, és tisztességgel és becsülettel végigjátsszák, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. A Veszprémi oldalon mindenki rendben van, Fazekas Nándor kivételével, lesz majd néhány változás a csapatban, nyilván Mocsai Lajos azoknak ad majd lehetőséget, akik kevesebbet játszottak, de hát majd szépen sorban meglátjuk, hogy hogy alakul a mérkőzés alatt a játék képe, és akkor majd a cserékre is lehetőség lesz. A Tataiak kezdik a játékot jobbról balra. És ebben a pillanatban elkezdik a Tataiak a meccset. Kuzman Norbert egyébként, aki a jobb szélen játszik, ma szerepel utoljára bajnoki mérkőzésen, úgy is mondhatnánk, hogy itt vonult vissza, vagy itt vonul vissza. A több csapatban is megforduló játékos, és éppen a hetessel játszó Szám Ferenc a gólszerző. Így és próbált meg gyorsan egyenlíteni, de nem sikerült. Korazia, Terzic, és ő egyenlít. És hát Terzic egyenlített. Koraziánál a labda, és a letámadás végén Iváncsik Tamás talál a hálóba, és ezzel 2-1 a Veszprém javára. Szulics helyén Timuzsin védekezik, Suk Timuzsin. És ahogy már említettem, a bal szélen Dávid Korazia van, míg a kapuban Liszkai Szilveszter véd. És itt egy gyors indítás végén Korazia Dávid belövi. A 3. percben járunk, és 3-1-re vezet az MKB Veszprém KC. És mint említettem, a Tataiak nagyon nehéz helyzetben vannak, ennek ellenére már van 4 pontjuk a bajnokságban. Egy sokra érdemes fiatal együttes dirigál Kanyó Antal edző, aki elmondta, hogy a gondok ellenére megtesznek mindent annak érdekében, hogy tisztességesen helytálljanak. Ma is autókkal jöttek el a meccsre. Erre volt pénz, beültek 3-4 autóba, és megérkeztek. Mindig van, aki ad egy kis pénzt utazásra, étkezésre,
tehát megvannak valamennyire. És hát itt el is érkeztünk a magyar kézilabdázás, de mondhatnánk a magyar sportnak is a rákfenéjéhez, hogy így működik minden. Mert hát a többi egyesület sincs ám azért olyan jó helyzetben. Mindenkinek a maga szintjén megvannak a maga problémái, és hát mindenki várja a döntésből fakadó, kormánydöntésből fakadó pénzeket. Wuyin talál a hálóba. Majd meglátjuk, mi lesz ennek a vége. Ennek a lövésnek Liszkai kezében a helye, hiszen blokkot ért, és lelassult a labda. Ijjés. Terzics. Terzics bomba. És a kipattanó már nincs meg, Suk Timuzin a szerzője. Öt egy az ötödik percben. És egy gyönyörű gól, újra Szám a gólszerző. Második gólját jött a hetes szám helyett, a Szám helyett. 5-2. Wuyin. Újra Wuyin. Nem jó a labdája Suk Timuzinnak. Jöhet az ellentámadás. Terzics hagyja, nem bántja. Hódi. A gólszerző. 7 méteres következik. A mérkőzés első büntetője. És Wuyin belőle. Hat három. És egy szép kísérlet. Eredményes Kanyó Balázs a gólszerző. És alig, hogy kiírjuk, vagy elmondjuk, már ott az újabb gól Korazsia. Hegedűs, aki most állt be a tataiakhoz. Hegedűs. Nem jó a bejátszás. Hódi Pongrász nem tudta megfogni ezt a labdát. Hegedűs. Ja nem, bocsánat. Ő Kanyó. Újra Kanyó. És ezúttal fölé lőtt. Ez meg nem jó labda, akkor azért a Dávidnak. Kanyó Balázs passzolja tovább a labdát, de már nem tudja visszakapni. Hódi Pongrácz kezében a labda. Kanyó Balázs. Hegedűs. És Liszkai védett a Balázs saroknál. Terzics eladja a labdát, Wuyinnak ez nem volt jó passz, Kuzma, ő pedig elvéti. Ijjés. Nem jut el a labdája Iváncsik Tamásik, aki azt mutatja, hogy kilépett az ellenfél játékosa. És Liszkai újra elkapja a labdát. Ezúttal Kanyó Bence lövését tette ártalmatlanná.
Folytatódhat a játék. Win. Iváncsik Tamás. Win. Kinyitotta a védőfalát a Tata. Korazsia. Win egy lövőcsel. Aztán második szándékkal már belövő. 8-4. Hegedűs. Szám. Az jó bejátszás. Deliszkai védte. Kíváncsik Tamás a lerohanás végén, és egy szép ejtés. Ez a második gólja Kíváncsik Tamásnak. Kilenc négy a tizedik percben. Hegedűs. Szám lövése, ismét célban. Három gólnál tart a tatai játékos. Iváncsik Tamás. Terzics. És nem volt gól. Szépen védett a kapus, de nem jó az indítás. Vujin háthámozza magát. Több játékoson is. Szabad dobás. Újra Vujin. És a kapufa segítségével a labda a hálóban táncol. És egy újabb eladott labda. Ebből tud kontrázni az MKB. Sukti Muzsin viszi végig. Azt mondják a játékvezetők, nem történt semmi. És kontrázhat a Tata. Szépen ki is játsszák. Hárman az egy ellen. És Hódi Pongrász az újabb tataiból szerzve. 10-6. Így is. Sukjon ki labdáját a falból. Így is ki a szélre Korazsiának. Vujin. Húzzák, tépik Markó Vujint. Terzics. Vujin emelkedik, és ezúttal véd a kapus. Cérna Tibornak nem az első jó megmozdulása. Ez támadó faut volt bizony. Ez pedig labdaszerzés. Zicser. És belövi. Méghozzá Kanyó Bence. Ezzel 10-7-re felzárkózik a 13. percben a Tata. És ez a labda is megvan a vendégeknek. És a 17-essel játszó, szintén fiatal kézlabdázó Baski Szabolcs a gólszerző. Lehet, hogy jönnie kell Carlos Pereznek? A mérkőzés előtt többen kérdezték Csoknya Istvánt, hogy miért van a keretben ma
Carlos Perez és egy huncut musói kíséretében megjegyezt, hogy hát ha szükség lesz rá újra. Míg ezt elmondta, mi és lőtt újabb gólt, és ezzel 11-8-ra vezet az MKB. Hát szó, ami szó. Carlos Perez fantasztikus meccset játszott a medvék ellen. Olyan 7 gólt szerzett, amiért nagyon-nagyon meg kellett küzdeni, be kellett menni a pofonok völgyébe. Extra klasszis teljesítmény volt. De hát természetesen ez csapatjáték, tehát kellett hozzá kiváló védekezés is, és a Medvegyi az előtte levő meccseken 30 gólokat lőtt, itt csak 22-t tudott. Korázsia viszi végig, és szépen beejti a labdát. Ez a harmadik gólja Korázsia Dávidnak. Charlie egyébként nagyon érdekesen fogalmazott a meccs után. Azt mondta, hogy csak a jó csapat tud vesztes állásból a hajrában győzelmet kicsikarni, és nagyon igaza van. Ezzel választ adva jó néhány szurkolónak, akik némi meglepetésre azt mondták, hogy nagyon gyengén játszott a csapat. Hát nagyon gyengén játszva, mindig 2 góllal nyerve egy ilyen nagy nevű ellenféllel szemben, amely 90%-a az orosz válogatottnak. Azt hiszem, mindenki elégedett lenne vele, mert azért a játékhoz hozzátartozik az is, hogy van ellenfél. Tehát minden csapat annyit és úgy tud játszani, amennyit az ellenfél enged neki. Baski. Ez sarokdobás. A Veszprémnél ki a labda. Terzics. És hát mögötti paszt nagyon szép volt. Korazsiát megállítják a bal szélen. Túl vagyunk az első félidő felén. 12-8-ra vezet az MKB Veszprém KC. Vujin. Nagyon nagy labda volt. És Terz is belőli. Ez a második gólja. Nagyon sokat ront a Tata, ebből építkezhet szinte minden támadásnál az MKB. Laluska helyzete maradt ki, ez pedig megint egy rossz passz. Azt mutatják a tatai játékosok, hogy Korázsia ért hozzá utoljára, de nem így volt. Hiába reklamálnak a vendégek, nem így volt. Hú, ez nagyon kemény volt, gyerekek, ez egy 2 perces bizony. Bizony, bizony. A mérkőzés első 2 percese. 13-8-as hazai vezetésnél a 18. percben. Vujin ember előnyben támadt, tehát az MKB, és Korazsia a negyedik gólját lőve szerzi az MKB újabb találatát. 14-8. 1-4-0-ás sorozatot produkált most az MKB eddig. Nagyon sokat játszanak a labdával a vendégek. Lökés miatt szabad dobás.
Salamoni döntés, nem belemenés, nem szabálytalanság. Terzic. Így és. Egy nagyon rossz passz a jobb szélre Iváncsik Tamáshoz. Legalábbis neki volt címezve ez a labda. Még fél percig ember hátrányban a tataiak. Kis Ádám. Baski. Kanyó. Szabálytalanság Kanyó Bencével szemben. Egy blokk. Laluska Balázs szép volt. Kanyó Bence. Ez is blokk, és ez is Laluska. Szétlövik a kezét Laluska Balázsnak. Baski nagyon szépen lehúzta a jobb alsó sarokba. Baskinak ez a második gólja. Szép volt. Jön Császár Gábor a Veszprémieknél. Irányító poszton. Így és helyett. És ma még ezen a poszton Hudnak is játszania kell. A tervek szerint Császár mindjárt egy góllal bemutatkozik. Úgy tervezi Mocsai Lajos mesteredző, hogy Vedrán Hud is pályára lép, csak úgy, mint a 16 éves Cancelotto. De hát erre még várni kell, legalább egy fél időnyi időt. Hú, de nagyon szép gólt lőtt. Kanyó Balázs. 15-10. Gyönyörű volt, ahogy felhúzta a jobb felsőbe a labdát Kanyó Balázs. Marko Vujin ezúttal könnyedén szerzett gólt, ez az ötödik találata. 16-10 a 22. perc elején. Kis, Baski. Na, mi történt? Sárga lap Laluska Balázsnak. Sárga lapos ügyérkeztetés, a 17-es számra játszó Laluska Balázs. Most ugye nem a tataiakat lebecsülve, mert hát ugye miért is mondana ilyet az ember, vagy miért is gondolna ilyet egyáltalán, miközben Baski lövését Liszkai a kapufára tolja. Voltak éppen, azt gondoljuk el, hogy a Szeged elleni magyar rangadóra, tehát ami ugyanaz, mint futballban a Real Madrid Barcelona, vagy a Fradi Újpest, hogy hazai példát mondjunk, a Tata ellen kell felkészülnie a Veszprémieknek. És mondjuk, ha ez egy kiélezett bajnokság, ugye, akkor azt mondanánk, hogy ez szörnyű, de mivel erről szó sincs, ezért csak legyintünk, vagy nyelünk egyet. Kanyó Antal pedig állandóan frissíti, variálja, cserélgeti csapatát, hogy játszanak a fiatalok, és igaza van. Baski. Újra ő. Baski. Ez 7 méteres bizony. Kanyó Balázs harcolta ki a 7 méteres. Kis Ádám a büntetővel, és nagyon keményen bevágja. Kis
16-11-es MKB vezetésnél Iváncsik Tamás. Hát ezt nem tudom, hogy szándékos volt-e így, ahogy Terzics kezéből oda került a labda a bal szélre. Minden esetre szép volt, és Korazsia remekül kilőtte a hosszú alsó sarkot. Úgy tűnt, mint a Terzics löbbölte volna a labdát a levegőben, de nem vagyok meggyőződve arra, hogy ez szándékos megmozdulás volt. Kis szabad dobás. Liszka óriás itt védett, de 7 méteres. Lehőc Zoltán harcolta ki a hetest. És Kis Ádám következhet az újabb 7 méteressel. Az előző nagyon sikerült neki. Ez már nem biztos, hogy így lesz. Kimaradt. Mellé lőtte a büntetőt. Terzics viszont belőtte a lehetőségét. 3 gólnál tart. Hát nem tudom, hogy Terzicset ezért ki lehetett volna állítani, hiszen levegőből hátulról húzta le ellenfelét. Lát, senki nem törődik ezzel, ma nincs különösebb jelentősége ennek. Legfeljebb megnézhettük volna, hogy egy ember előnyös szituációban, hogy játszik a Tata. Baski. Ez szabálytalanság bizony. Kis. Liszkainak ez könnyű zsákmány volt, és jól indított volna. Ha nincs ott, Kis Ádám. Csak szabad dobás, nem gól. Baski. Ez rossz megoldás. Liszka ezúttal nem indít. Laluska, Terzics, Császár. Laluska ütközik Kanyóval. Belülvédekezés bőven. Se gól, se 7 méteres. Marad a 18-11. Margitai Gábor és Markó Gábor vezetik a találkozót, ha nem mondtam volna még. De hát most hibáztak. De hát ki nem hibázik. Aki dolgozik, az mindenképpen. Szám Ferenc sérült meg egy picit, de csak tényleg egy picit. Pattanó labda a blokkon, de Liszkai lábbal még tudott menteni.
Hegedűs lövését tette ártalmatlanná a fal és a kapus. Igen. Teljesen jogos ítélet, csak mondom, hogy a másik oldalon éppen Terzic ugyanezt csinálta. Lehet, hogy nem ennyire látványosan, de bizony ez is egy két perces volt. 18-11-nél a 28. percben járunk. Nagyon visszafogott kis meccs, amolyan BL csata utáni produkció. Sok Timuzsin újabb gólja, ez a második találata. Hát a tataiak pedig amire képesek. 19-11 rövezett a Veszprémi csapat, a második gólját lőtte Sok Timuzsin. Sok-sok passz a tataiaknál. Kanyó Bence. És Liszkai újabb védését láthattuk. Ez meg nem jó indítás, Iváncsik Tamás. Másfél perc múlva vége az első félidőnek, 19-11-es MKB vezetés. Csak szabad dobás, nincs belülvédekezés. Az nagyon szép lett volna, ha megfogja a beállós, de nem tudja megfogni. Sok viszont igen. Császár remekül játszotta magát tisztára egy csel után. És a második gólját lőtte Császár Gábor. 20-11. A Veszprémi csapat 20. gólját Császár Gábor. És kiegészülnek most a tataiak. Szinte már mindenki pályán volt a tataiaknál. Melhart a kapuban. Ő is csereként lépett pályára néhány pillanattal ezelőtt. És Liszkai. Másodszor meg már nem is érvényes az egész, de hát nem is ment gólba a labda. Vujin. Terzic, hatalmas gól a bal felső sarokban. Misár Terzic gólja még érvényes az első félidő végén. 21-11, könnyű laza játékkal teljesít az MKB Veszprém KC. A tataiak törekszenek, ennyire futja az erejükből, rövid szünet után innen folytatjuk. Egy 11-el fordulnak a csapatok, és hamarosan kezdődik a második félidő az MKB Veszprém KC ellenfele. A tatai együttes, az újonc tatai gárda, és hát az első félidő 13. percében 10-8-as veszprémi vezetésnél volt a legközelebb a vendég együttes a magyar bajnokhoz. Onnantól kezdve megugrott a mocsai csapat, és 10 gól a különbség ebben a pillanatban. Gulyás Péter a jobb szélen a veszprémieknél. És egy nagyon rossz ütemben kapott labda. És egy indítás végén Kanyó Bence szerez gólt, ez a második találata. A fiatal tatai játékosnak. Na, rendezzük a sorokat, fiúk.
játszunk egy kicsit, hát ez a meccs, ez tényleg erre van. Korázsia 7 méteres, szabálytalankodtak vele szemben. A friss erő, a 9-essel játszó Endrédi Dezső. Császár lőheti a büntetőt, és be is lőhet. Ez a második 7 méterese volt a Veszprémnek, az elsőt Markó Vujin lőtte. 22-12. Kanyó Balázs. Most is nála labda. Szám. Mellé lövi a labdát. Gulyás. Terzics ki a szélre, húzza a labdát, Korázsia belövi. 6 gólos Dávid Korázsia. Jön a harmadik tatai kapus is. 12-essel. Kovácsovics Mátyás. Ez szép bejátszás, és a gól is magabiztos. Szerzője Fódi Pongrácz. És nem sikerült az ismétlés. ...23-13-nál játszadozhat a Tata. Egyelőre nagyon messze a faltól, de egy hatalmas lövés, de csak az oldalhálóban a labda. Néha-néha Kanyó Balázs megkínálja a labdát, és ugyanígy tesz Öccse és Kanyó Bence. Ez pedig egy veszprémi gól, Császár Gábor a szerzője. Negyedszer volt eredményes az irányító átlövő. Endrédi. Szám. Kanyó. Szám. És Liszkai védett szépen. A visszahúzottat is megfogta Liszkai. Sejtette, hogy oda megy a labda. Szám. Szabad dobás. Az előző akció végén megsérült a veszprémiek játékosa. A Hunka doktor és Rég József gyúró próbál segíteni. Ha jól látom, Sukti Muzsin az. Pedig ő aztán nem szokott sokáig a földön lenni. Annál sokkal keményebb fából faragták Sukti Muzsint. De ez fáj neki. Szemmel láthatóan. A térdét fájlalja, ha jól látom. Csak nagyobb baj ne legyen. Szám. Egy blokkos. Nagyon szép. Kanyó Bence próbálkozott. Meg most is. Szép lett volna. Terzics lódul meg.
császár, nem tudja megfogni a labdát, de Gulyás még megmenti, és nagyon szépen tette vissza neki Gulyás Péter, de császár nem ért a lehetőséggel. Terzics. Az rossz megoldás volt, és Veszprémi szabaddobással folytatódik a játék láb miatt. Gulyás. Ah, gyönyörű volt Péter. Felkanyarodásból a felső sarokba bombázta a labdát. 25-13. Csak szabad dobás. Kanyó Antal mindenkinek játék lehetőséget adott. Ugyanúgy tett, mint a Veszprémi röplabdás hölgyek edzője legutóbb, hogy a bajnok BS ellen a második szetben, meg a harmadikban is a legfiatalabbakat szerepeltette. Császár Gábor ötödik gólját láthattuk, hiszen mindenképpen nagy élmény a legjobb ellenpályára lépni a legfiatalabbaknak. Tétje úgy sincs az összecsapásnak, és meccsrutint lehet szerezni, tapasztalatokat gyűjteni. Jó edzői megoldás volt az is. Gondolom, ha nem a Szeged ellen készülne az MKB, akkor itt is még jobban átvariálható lett volna az összeállítás. Nagyon hideg volt a Veszprém FC haladás Magyar Kupa meccsen, amelyen a győri, vagy a vasi zöldfehérek 2-0-ra nyertek. 75 percig tartotta magát Vágó Attila edző csapata, de a legjobb 16 közé Kenesei és Sipos góljával a haladás jutott a legjobb 16 közé. Ez pedig Szám negyedik gólja. Terzics Gulyásnak, és remekül véd Kovácsevics. Bocsánat, Kovácsovics Mátyás. És egy jót mosolyog kifelé, a társai felé, a fiatal kapus, hogy láttátok, megfogtam Gulyás lövését. Van itt néhány tata szurkoló is. Felcsendült a hajrátata, hajrátata. A veszprémi szurkolók inkább szemlélődnek ma az arénában. Néha tapsolnak egy kicsit, néha dudálnak, fütyülnek. Sok minden nem történik, amiért izgulni kellene. Ha csak nem a meccs utáni tűzriadó miatt, amikor is kiürítik teljesen majd a csarnokot. Minden évben le kell próbálni egy remélhetőleg soha meg nem történő esemény kapcsán. Császár, Terzics, oh! Majdnem széttörte a felső lécet a lövés ereje. Császár. Újra Terzics. Szép felismerés. És Leluska a gólszerző. Aki eddig pályán volt a veszprémi színekben, mindenki gólt szerzett. Liszkai kivételével. Szám, Liszkai. Liszkai Szilveszter jól véd. Terzics, császár, még egyet húz a labdán. Korazsia, két gólos. A 7. gólját lőtte
Vedrán Huda pályán. Korasia mellett védekezik Vedrán Hud. Lassan-lassan kezdi utolérni magát a kettős szalaszszakadásból épülgető fiatal játékos. Liszkait kilövik. Nem az arcát találták el, szerintem a mellét. Lehet, hogy egy kicsit belenézett azért mégis. A második félidő 10. percében 28-14-es állásnál Liszkai Szilveszter már talpon. Benis. Egy szép labda ki a szélre, és envédi a gólszerző. Remekül kijátszották a figurát. Hud. Laluska. Hud. Császár. Gyönyörű gól. Ez beakadt viszony, kezet is ért a labda. Benis a gólszerző. 29-16. Gulyás jön keresztbe, Császár, Laluska, hatalmas gól, Laluska Balázs. Ez könnyű zsákmány volt Liszkainak Vaksülésénél. Nagy indítás, és ott a gól. Korazsia Dávid, 8-szor eredményes. Endrédi. Szépen lassan, komótosan feláll a tatai csapat. Passzolgatnak, adogatnak. Sok Timuzsinról vágódik ki a labda. Az alapvonalon túlra sarokdobás. És egy remek blokk, Hud, egy gyors indítás, Korazsia, Császárral játszanak össze, és Császár ezt is belőli. Császár hihetetlen technikai tudással rendelkezik. Most is nagyon kiszorított helyzetből tudta belőni a labdát. 32-16. Endrédi. Hud jól avatkozott közben. Gulyás végig. Jön Korazsia, és megcsinálják.
fantasztikus, régen láttuk, gyönyörű. Méghozzá úgy csinálták meg, hogy visszafutott két tatai játékos, tehát nem is volt olyan nagyon egyszerű ez, mint ami szokott lenni, hogy egy az egybe viszik ketten a labdát. A kapura gyönyörű volt. Arra várok, hogy Ivánczyk Tomi is megcsinálja azt, amit edzésen szenzációsan tud. A levegőben úszva, a háta mögött meghúzva a labdát, de nagyon erősen. Azt mondtam, hogy egyszer ő is bemutatja ezt. Ő is középpen vezeti a kapura a labdát, és akkor, amikor felugrik, akkor a levegőből a háta mögött nagy erővel tudja meglőni a labdát. Ki a szélre, Endrédinek nem sikerül átvenni. Korazsia Dávid kér elnézést a fiatal kézilabdázótól. Pattanó labda a blokkon. Ben is próbálkozott. Liszkai véd. Laluska meg elvéti a labdát. És Endrédi meg belövi. Kicsit elaludt most Laluska, Balázs kipördült a kezéből a labda. Kancel Ottó lassan játékra kész. A Veszprémieknél Mocsai Lajos most magyaráz neki. És itt egy újabb gyönyörű akció, de a kapus lefülelte. És boldog. Boldog bizony Kovácsovics, és igaza van. Tehát Kancel Ottó. Balát lövőként a Veszprémieknél egy 16 éves passai fiatalember. Sokti Muzsink lőtt közben gólt. Mindig egy fontos pillanat, amikor egy fiatal, tehetséges játékos lehetőséget kap az MKB Veszprém KC együttesében. Endrédi pedig a harmadik gólját lövi, hát ezt Liszkai bal lábához lőtt a rövid sarokhoz, ebben bizony Liszi benne volt. Oda nem illik. Egy nyurga. Szálkás fiatalember. Jó néhány kiló hiányzik még róla, de hát ebben a korban bizony vigyázni kell azzal, hogy kit hogyan erősítenek. És Liszkai, mekkorát védett most! Érezte, hogy ott az előbbi alsó sarkosnál egy kicsit elaludt, vagy nem figyelt, most pedig kirúgta a labdát, ami a sterbikes mozdulattal. ...34-18-nál egy teljesen átformált Veszprém játszik most. Gulyás lövését is megblokkolták most a tataiak. Aztán visszaszerzi Gulyás Péter. Mutatja, hogy merre menjen Hud, és jól mutatta, mert belőli Hud. ...35-18. Két perc a fiatal játékosnak.
Kancelnek. Hát nem tudom, mi volt ebben olyan kétperces, de nem baj, hagy szokja. De akkor még nem 7 méteres belülvédekezésért például. És Mocsai Lajos elmagyarázza, hogy hogy kell csinálni legközelebb. Mert Mocsai Lajos tanár is. És nem gyepálja a fiatalokat, nem ütiveri őket, hanem neveli, tanítja, bátorítja. Ez nem mindenhol van így, főleg nem a futballban. Ott tanítás nélküli követelés van. Hud az újabb gólszerző. 2-nél tart. 36-18. Ember hátrányból lőtte ezt a gólt az MKB Veszprém Tászi. Tíz perc van hátra a mérkőzésből, és Liszka egy újabb bravúrt bemutat. A statisztikák szerint Liszkai Szilveszter a 20. védését produkálta az imént. Hud. Suk remekül zárt neki, és Hud belövi a harmadikat. 37-18, 19 gólos különbségnél tartanak a csapatok. Endrédi. Újra Endrédi. Egy szép betörés után. Kis Ádám a gólszerző. (Kül) 37-19. Oh, ez is egy kemény lövés. Kovácsovics résen volt, jó kilőtte Suk, de 7 méteres következik, és Kancelottót engedik oda, hogy meglőhesse életelső NB1-es meccsén életelső NB1-es gólját. És meg is teszi. Igazolta, hogy gyors a keze. 38-19. Mosonyi József műsor közben mindjárt megcsinálja a hangulatot Kancelnak, hogy érezze, mit jelent ebben a csapatban játszani. Hát biztos ez egy felejthetetlen nap az életében. Na, mi lesz a vége? Gól. Hegedűs a gólszerző. Kétperces kiállítást kapott a 29-es számmal játszó Vedrán Hult. Vedrán Hult pedig kiállították. Nagyjából minden rendben van a kiállítás és a 7 méteresek terén, hiszen 4-4 perc a kiállítás, a Veszprém 3-at, a Tata 2 büntetőt lőhetett. 38-20-nál
támad az MKB ember hátrányban. Laluska pedig a kapufát találja el. Korazsia meg körülnéz, nincs itt senki, akkor befordulok, belövöm. És a tizedik gólját lőtte. 39-20. Endrédi gyorsan válaszol. Laluska. Suh. Ketten állították meg Suhot. Kancel, betör és belövi. Tenteket óriázott, kihasználta a lehetőséget, amiben a helyzet felismerés az első és döntő szempont. A szurkolók is levők erre a kis játékra. Csak hát ne kiabáljuk előre el ezeket a dolgokat, mert azért volt már rá példa, hogy itt eltűntek a fiatalok. Nem is kevesen. Kancel, Laluska. A harmadik gólját lőtte Laluska Balázs. Húsz gól a különbség az 55. percben. Nincs meg a labda, marad a tataiaknál. És Liszkai ezt is megfogja. Jól érzi Liszkai Szilveszter, hogy hova jöhet a labda. Nem egy izgulós, elugrálós típus. Laluska negyedik gólja. És nagyon gyorsan jött rá a válasz. Kis Ádám harmadik találatát láthattuk. Gulyás jön keresztbe, Korazsia. És a 11. lövi Korazsia Dávid. Fantasztikus gól volt ez is. Tényleg élmény számba megy, ahogy ezt kijátsza Gulyás és Korazsia. 43-22. Egyrészt ez egy szemedgyönyörködtető történetek. A másik szeme azonban az embernek sír, hogy a magyar élvonalban ez a tatai csapat játszani tud, és ez nem az ő hibájuk természetesen, hanem az egész rendszeré, az egész színvonalé, amilyen ma a magyar férfi kézilabdára színvonala. Korazsia. Ez most nem jött össze, Gulyásnak akarta visszaadni a sok gyönyörű paszt, de ezt elszabták. Hud. Óriási kapufát lő Hud. És hát majd az MKS új összetételű vezetésének nagyon sokat kell azon dolgoznia, hogy ez a helyzet megváltozzon. Mert ugye van a PIK Szeged, van az MKB Veszprém KC, egy kicsit a Tatabánya, aztán annál lejjebb, már most persze a pénzügyi dolgokról beszélek, és utána a szegénység, mint a templom egere mindenkinél. És hát ebből következik minden, ami ezzel kapcsolatos. Kancel ezúttal kihagyta a lehetőségét, mert hát utánpótlást kellene nevelni. Az a legfontosabb, abból lehet építkezni. Képezni az edzőket magas szinten. Lát, ez egy másik történet. Ez belül védekezésért 7 méteres.
Hegedűs leért, ezért nem adták meg a gólt. Ha belövi Hegedűs, 20 gólra feljöhet. Atata, és be is lövi Hegedűs. Ez a második gólja volt. 43-23. Másfél perc van hátra ebből a mérkőzésből, és szombaton aztán következhet a PIK Szeged elleni derbi. Sok belövi, ő is 4 gólos. 44-23. Aztán utána újra vissza a Bajnokok Ligájához. Egy óriási kapufa. Kuzma Norbert tehát elbúcsúzott a tatai együttesben, a magyar NB1-től visszavonult, és Cancelotto pedig gólokkal elkezdte pályafutását a kézilabda NB1-ben. Nagyjából ez a lényeg a mai mérkőzésen. Meg hát természetesen jó néhány szép gól, nagyszerű találat, amely jó felvezetése lehet a szombati PIK Szeged elleni 13 órakor kezdődő mérkőzésnek. A Barabás együttes a Faradinál vendég szerepel, azt a találkozót vasárnap láthatják 20 óra 30 perctől a Veszprém televízióban. Ujás, Hood, egy hát mögötti passz, ez nem volt pontos, ez viszont annál inkább, de már nem gól, nem is lehetett, mert Liszkai kivédte, 45-24. Nagyon gyorsan lekapcsolták a táblát is, hála Isten, mert hogy a katasztrófa védelem tartja itt a csarnoki ürítést. Köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást, viszontlátásra. A mérkőzés közvetítésének támogatója a Kinisi Bank ZRT, és a Peltex Care, a Paloma háztartási papírok, a Lorin és a Ludwig márka termékek hivatalos magyarországi forgalmazója.